Nóri. Beállt a gyerek vagy? Ah, a szájjel. De picit körkörösen masszírozd, légy szíves azt az izmondodat. Ez tök jó lett velem. Akit most szólítok, az üljön be, cseréljen le valakit, és indítson egy teljesen új jelenetet. Amis, valakit cserélj le, állj be a helyére, és egy teljesen más szitút indíts el. Bekenhetem kis meccset, látom, hogy már itt napozni tetszik. Több mint egy órája, ez a gyönyörű bőr, nehogy leégjen. Persze, persze. Onnan egy kis napolaj, mondottam egy kicsit, akkor segítek. Bálint, valakit cserélj le. És adj egy új ötletet ennek a jelenetnek. Na, annyira azt szeretném, hogy akkor most nekünk le. Jó. Orvosos fogunk játszani, úgy, ahogy az iskolában láttam. Te most jöttél az elvonóról, de mégis megint belőtted magad, és köszönjük. Lévi! Jaj, nagyon kedves, hogy segít fölkelni, köszönöm szépen! Tessék, csak jönni! Oh. Ajaj, de én úgy látom, hogy elfogt a magzatvizet. Visszakértek. Betty. Jöjjön, nincs is valami, még zöld van, még zöld van. De gyorsan, gyorsan legyen. Andris. Mondtam én neked, Marikám, hogy itt lesz meg a messzebb róka hová. Nóri? És ne lecserélj valakit, hanem harmadiknak állj be a jelenetbe, de egy új jelenetet indítva. Ennek a gesztusformának az a lényege, tehát csak tiszta gesztusokat használunk. Ez nagyon fontos ennél a metakommunikációnál. Ez más jelent. Nem, ez más értelmű tisztaságra gondolok. Tehát nem szabad így begörbíteni, mert ez paralízis kész. Tehát ilyen nincsen a pantomimben, tehát csak tiszta gesztusok. Ez azt jelenteti, hogy egy, de azt is jelenteti, hogy figyelj. Andris, állj be negyediknek, és indíts egy új exitút. Jó. Megtanuljuk, hogy így hogyan telefonál. Megfogjuk az ujjunkat, föltartjuk a levegőbe, és erősen a hívott számra gondoljuk. Sokkal olcsóbb, mint a vonat. Bálint, állj be ötödiknek és zárd be a szituációt. Egy új jelenet indítva. Úristen, mindig akartam ilyet látni, amikor az emberek olyanok, mint hogyha szobrok lennének. Megmozdult! Láttam! Az ember csaló! Csápó is szar. Ez a csaj jól nyomja. Kipróbáltam én is? Bírom legalább! Oh, nem tudom, képesít! Köszönjük szépen! Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntelek benneteket! Nem tudom, zavar-e valaki, hogy a tegezve kommunikálok, és a folyamán én leszek a moderátor ennek az előadásnak, az esnek. Senki nagyon örülök. Úgy vagyunk a 311 társulat, improvizáció színházi társulat és a stop trükk bemutatkozó estindító, estlazító játékokat láthatás. Ez egy interaktív előadás. Valaki volt-e már improvizáció színházi előadáson? Volt-e már valaki kezeket fel? Hát nem lőjünk, csak hogy valaki volt-e, aki voltatok már egy pár, valaki nem volt, még egy kicsit újdonságát. Az előadás arról szól, hogy rögtönzünk szituációkat és jeleneteket.
többnyire a ti ötleteitek alapján, úgyhogy ilyen kicsit kérdéseket fog föltenni nektek felétek, hogy segítsetek, hogy mit csináljunk, és kik legyenek ők, és miből építkezzünk. Ez a stop tök nevű játék, én azt gondolom, hogy azért lehet igazán érdekes, mert a Betfit, aki ő indította az egész szituációt, jelenetet, és kifutott oda, hogy szobrokat bököttünk a végén. Egy asszociációs láncolat, hogy miből, hova lehet eljutni ez az emberi agy, nagyon érdekes részei, és nevetünk is. A következő játékunk, hogy menjünk is tovább, egy szinkronizálós játék lesz, úgyhogy erre megkérem a Nórit, hogy menjen ki. Egészen ki. Reméljük, nincs annyira mindenki. Az improvizációnak egy, az improvizációs színháznak a rögtönzésnek egy nagyon érdekes válfajával ismerkedünk már meg most rögtön az esnek, az előadásnak az elején. Ezek a naív játékok, amik arról szólnak, hogy egy embert kiküldünk, meg tudja meg, hogy mi zajlik itt bent, és ebben mi beletben hívjuk. Ki fog most találni valamit, és úgy érdekel, és meglátjuk, hogy hogyan reagál rá. Úgyhogy megkérem mondjuk Lévit. Gyere, Lévi. És szeretnék kérni, már is rögtön hozzátok, hogy egy foglalkozást szeretnék kérni, simán vegyész, vagy mondjuk vegyész érdekes. Simán vegyész. Simán. Akkor vegyész. Lévi el fogja nekünk mutogatni, némában eljátsza nekünk, hogy ő hogyan is lett vegyész. Miért választotta a vegyészi pályát. Nórát megkérjük, hogy szinkronizálja le nekünk, és mondja el, hogy mit is hallanánk, hogyha Lívia beszélne. Úgyhogy Lívi, legyél légy szíves vegyész, azt mutogass el nekünk, hogy hogy jött az életedbe, én meg szólok Nórinak, hogy jöjjön be és legyen a magyar hangod. Igen. Hát lássuk! Jó estét kívánok! Csúcs Lívia vagyok. Már mondtam, amikor ilyen kicsi voltam, akkor locsolgattam a növényeket otthon. Anyám mindig mondta, hogy locsoljon meg, de és nekem tetszett. Azt hiszem, hogy nem én locsolgató leszek, de még azért gondolkodom rajta, nehéz ez a kanna basszus, de mindegy. A fiókokból is kihúztam a növényeket, azokat is meglocsoltam, a magokat is fönn. Aztán rájöttem, hogy ha a könyveket meglocsolom, az még jó. Megsóztam előbb a vizet, biztos, amit tudom. És meglocsoltam, és felrobbant a sós víz. Tuti fizikus leszek, ez valami nagyon gáz. Majdnem elhánytam magam, a növények mind megdöglöttek a sós víztől, amit felrobbant, belemett a szemembe. Vak is lettem, Alzheimer-kóros, illettem én. Hogy mi? Élettem én. Legyél! Gyönyörű, legyél! Köszönjük szépen! Nóri, foglalj helyet, légy szíves! Megint szeretnék kérni egy foglalkozást, most viszont Andrisnak, légy szíves Andris, gyere ide! Andrisnak el tudtok ki képzelni bármilyen foglalkozást, biztos el tudtok valami foglalkozást. Vécés néni. Andris ezt most úgy fogja nekünk elmutatni, mint hogyha 18 ezer kilométert, vagy milyen messze van, elutaznánk egy távol-keleti részre, és hogy a távol-keleti Vécés nénik ilyenek. Tehát ő most szamuráj Vécés nénisként fog nekünk, úgyhogy szeretném, hogyha így prezentálna nekünk egy Vécés nénit, jó? Szamurájok munkára. Nossziga! Hokkodá! Hokkodá! Hazudájra! Fő pékje. Csak hogy kicsit fokozunk. Jó, és ezt meséld el, hogy hogyan sikerült neked ezt
Létre volt a gyertelmet. Így meg fog szinkronizálni. Elmondod, hogy mit csináltál? Kezdem egy létszerűen, hogy mit csináltál, de te ott volt el előtt. Tehát, hogy mennyire multifunkcionálisak, hogy én csak ezt szeretném, hogy ott nem látod. Hogy én mindenre képesek, hogy tök jó. Lili, adj hangot Móriának. Tessék. Hát jó, azt így kívánok. Én nagyon örülök, hogy itt vannak, hogy ilyen sokan eljöttek, és ilyen kicsi kutyákat is hozhattak volna magukkal. Én nagyon örültem volna. Tudják, nagyon szerettem ezeket a kis kutyákat, egész pontosan a műveiket is. Amiket a ládába kell rakni, azokat nagyon szeretem. Szeretem megsúzni őket, és egy kis borsot is rakok hozzájuk. Ilyen távol-keleti van, ha hasonlítok csinálok a kutyákból. Nagyon jól át kell ülni. Pontosan követem a szakácskönyv tanácsait, végül aztán kis patkó alakú, hát igen, a fantinia benne van. Nem is veszik meg, tudják, illetve kutyafasírt sütölét üzemeltetek, szlimitothoz hasonlóan. Csak 10 percig kell sütni a kutyafasírtokat, különben ilyen kesernyés íze lesz. Reméljük, eltaláltam. Köszönöm szépen, hogy odaadtad nekem. Lázár Vizsé, tulajdonos főnök. Köszönjük szépen, Norvási! Lilinek! Nagyon jó! Haladunk is tovább, és egy olyan játékkal szeretnék tovább menni, amely egyébként Bálintot és Bekot szeretném kérni, mert mondom, még nem játszottatok. Hogy a játék neve az a fél idő, és az lesz a dolgotok, hogy egy jelenetet kell felépítenetek itt nekünk egy perc alatt, amit utána kérem, hogy adjatok vissza fél perc alatt, 15 másodperc alatt és 5 másodperc alatt. Úgyhogy próbáljátok meg megjegyezni mindent, amit egy percben belesűrítetek. Én közben előveszem a kis stopper órámat, és szeretnék kérni egy Tényi Tamás kezdőbetűjű helyszínt. Szerető. Köszönjük szépen. Ez a szituáció egy temetőben játszódik. Egy percetek van rá, hogy valamit nekünk egy perc alatt felépítsetek, jó? Én mérem az időt. 3, 2, 1. Tessék! Figyelj, azért hoztam az ásult, hogy tegyünk úgy, mintha itt dolgoznánk. Jó, tehát nincs kezdő. Ott az ő. Okay. Itt hoztad, ahol lát is tudod, csak hogy ne legyen feltűnő, hogy itt. Akkor mi lenne, ha az egyik kört lepuffantanánk, amíg a másik kör vécézik? Jó. Figyelj, te puffansz rá, én addig elkezdem szedni a koszorút arról, ez nagyon szép. Azt hiszem, hogy sikerült? Nem van pogózva, ki tudod szedni? Mit? Hát ott arról tudod azt a drótot. Várjál már. Mi a franc kutyátásta kell? 20 másodperc. Jó, oké. Na, jó. Ha jól van, mondtam, majd keressük meg a... Hátlebeli kincs. Ezt el tudjuk adni 15 éhez, most ennyi. Elhoztad a Tom Sawyer és hátlebeli finn kalandjait. Abban írta le, hol van a kincs. Hagyom a sülyeket. Most is megkeressük, most jó, keressük. Persze. Oké, jó. Na, azt mondja, hogy két lépés. Ennyi volt az egy perc. Hát, most ugyanerre lenne 30 másodperc. Jó, úgyhogy 30 másodpercben sűrítsétek bele az, amit itt láttunk egy percig. Tessék! Jó, figyelj! Na. Már megy az öt? Ásuk! Kérdezsak, hogy ne cél valamulásunk, mi lenne, ha lepuffantanám, amíg a másik végén? Oké, jó, puffantj le! Jó, úr, milyen szép koszorú! Átlapat találom, gyere, segíts! Mi van itt, egy kutyátásnak kell? Oké, jó, meg lesz! Na jó, van, figyelj csak! Ha már itt vagyunk, itt van nálad a hátra belül! Jó! Nézzük meg! Két lépés! Menjék! Öt másodperc! Egy, kettő! Azaz! Szép volt, köszönjük szépen. Ugyanezt nézzük meg 15 másodpercben, jó? 15 másodpercben sűrítsük bele. 3, 2, 1, tessék! Na, hát! Aki lepuffantom az őt! Meg találom! Már jól vagyok! Toncoljál is, hagyd! Hogy van? Két lépés! Másó! 1, 2, 3, 4, 5, 6, ugye, hogy mennyi mindenre van idő, hogyha csak kevesebb időd van? Tök érdekes. És az egészet itt nem ülsz le. Ja, még arra, hogy nem ülsz le. Mert még van egy 5 másodperc.
perces verziója az egésznek, jó? Tehát 3, 2, 1, tessék! Lefogadom az őt! Oké, jászasz! Lágom! Megvan! Ott van! Köszönjük szépen! Üljetek le, üljenjetek! És... Melyik játék legyen? Annyi játék, mint van, mint égen a csillag, de szerintem játszunk egy 4 mondatot, mit szóltok hozzá? 4 mondathoz van kedvetek? És most fáradtak vagy? Egy kicsit most tanulunk. Mondasznak még mondatot? Bár. Ami ez a bőt? Vennék egy kávét. Vennék egy kávét. Mondasz egy mondatot. Miért van az, hogy semmit sem tudsz? Vennék egy kávéfőzőt, miért van az, hogy semmit sem tudsz? Mondasz nekem. Vennék valami finomat. Vennék valami finomat. Vennék egy kávéfőzőt, miért van az, hogy semmit sem tudsz, ennék valami finomat. Mi egy mondatot kérek szépen. Színházba szeretnék menni. Ez most rosszul is. Lívia? Miért van az, hogy semmit sem tudsz, vennék egy kávéfőzőt, ennék valami finomat, színházba szeretnék menni. Miért van az, hogy semmit sem tudsz, vennék egy kávéfőzőt, szeretnék színházba menni, ennék valami finomat. Miért van az, hogy semmit sem tudsz, vennék egy kávéfőzőt, ennék valami finomat, szeretnék színházba menni. Színházba szeretnék menni, ennék valami finomat, vennék egy kávéfőzőt, miért van az, hogy semmit sem tudsz. Parádés! Köszönjük szépen, ez ott a négy mondatú játékunk, úgyhogy visszatérünk a bemutat, nem. Jöjjön ez a játék, Lívi és Anis, gyertek, légy szíves. A nagyon egyszerű hétköznapi szituációkat fogunk ma megnézni. A szituáció ez egy albérlet szituáció. Andris, te vagy a lakásnak a tulajdonosa, és jön hozzád megbeszélt időpontra Lívia, vagy ahogy hívni fogják őt, és majd innen gyere, ez lesz a járásképp. Jó, ez a takarásos rész. Amikor csengetek, akkor lép be a jelenetbe. A lényeg az, hogy ennek a négy mondatnak el kell hangozni ebben a szituációban. Jó? Kőpapírollóval döntsétek el, légy szíves, egy gyors kőpapírolló játékról, hogy ki legyen az első, aki megszólalhat a jelenetbe. Jó? Lívi! Látok, hogy te fogsz köszönni először. Jó? Nagyon jó! És a mondattal kell megszólalni? Nem muszáj! Nem muszáj ezzel a mondattal megszólalni. Tehát csak hangozzon el a négy mondat, jó? Lívi, kiment. Lassan 3 óra, Andris nagyon várja az albérlőt, és ameddig ő várja, addig azt elmondom, hogy én, mint moderátor, bármilyen szituációnál és jelenetnél veszem magamnak a bátorságot, mint akár egy rendező, hogy megállítsam a jelenetet játék közben, és instruáljam őket, hogyha úgy látom jónak. Andris már nagyon várja az albérlőt, ha lassan csináljad. Hello! Te jöttél megnézni a lakást. Fogadjunk. Igen, csak nem nagyon van időm, mert szeretnék színházba menni. Aha, hát 3 óra, úgyhogy 4 órád még van megnézni ezt az 54 négyzetmétert. Azt szerintem egy bele is férhet akár. Tudod, én csak azért adom el, mert... Én csak albérletbe venném ki. Márhogy azért adom ki, mert hogy szeretnék venni egy kávéfőzőt. Jó. És... Hát figyelj, ez egy elég drága kávéfőző, hogy egy hónap alatt lesz meg. Én arra gondoltam, hogy 60 plusz rezsi, és abból nekem pont 4 hónap alatt ment lenne. Te most tudod egyáltalán, hogy ki akarod venni, vagy nem? Én ki akarom venni, csak nagyon penészes. Hol? Ott. A kanapé mögött. Jó, hát most érted, most nem a konyha penészes. Hát most, ha a konyhában lenne penész, ahol eszel, azt mondom, hogy 50 plusz rezsi.
De tudod, én szeretnék finom ételeket enni. Ott, a kanapén ülve, a tévét nézve. De miért van az, hogy te semmit nem tudsz? Hát ez a legjobb környék. Ide járnak az emberek szórakozni. Tele van étteremmel. Egy csomó orvos lakik a közelben. Orvosi rendelő van, kórház, pszichiátria. Számít valami. Nem azért, csak nekem például van olyan rokonom, akinek ez fontos. Jó. Akkor... Tetszik azért? Jó, akkor kiveszem, na. Nagyon jó. Akkor üljünk le és írjuk meg gyorsan a szerződést. Voltál még valami, amit szerintem elfelejtettünk? Szerintem minden sorra vettünk. Igen? Igen. Köszönjük szépen, ez volt az... Egyébként, bocsánat, mind a négy volt a telefon? Mert én annyira belemerültem, hogy annyira jó volt a jár, elnézést. Mind a négy meg? Olyan szépen játszottam. Jó, én is emberben vagyok. Köszönöm szépen. Egy gyors cserét, Pálint, Betty. Gyertek! Nézzük meg ugyanezt a, nem ugyanezt a jelenetet, hanem szeretnék... Pisélet kell? Nem. Jó, akkor már kint is maradsz. Ami jelentkezik a jelenet. Szeretnék kérni egy viszonyt, két ember között milyen viszonyt tudunk elképzelni? Van nagyon? Tanárdiák. Milyen? Tanárdiák. Tanárdiák viszony. Jó, egy tanárdiák viszony, és Bálint lesz a tanár, és hivatja a tanáriba a diákot. De én megkérem Bálintot, hogy menjen ki egy pillanatra, az ajtón kívülre, mert Bettinek szeretnék adni egy instrukciót, amit Bálint nem tudhat. Betty, légy szíves, viselkedj úgy, hogyha bejössz, akkor majd bejössz, hogy legyél elképesztően szerelmes a tanárodba, és iszonyatosan viszkesenek a füleid. Jó? De nem mindig vakarod, csak bizonyos időközönként rád egy erős viszketés. Jó? Ennyi. Legyen egy ilyen furcsa szokásod. Jó? Jelenleg a négy mondatnak el kell hangozni ebben a jelenetben. Gyere, Bálint! Kérlek egy kicsit, játsz az atmoszférával, vagy teremts atmoszférát nekünk egy tanárként itt a tanáriban, és amikor csengetek, akkor érkezik majd. Na, Betty! Hát jó. Tessék! Jó napot, tanár úr, bejöhetek? Jöjjön, Krisztina. Üljön le. Köszönöm, tanár úr, hogy fogadott. Hát, igazán nincs mit. Krisztina, mi ez az egész, ami mostanában történik magával? Tanár úr, az a helyzet, hogy én azért kértem Önt, hogy vegyük át William Shakespeare, Romeo és Júliáját. Igen. Mert szeretnék színházba menni. Felvételizni akar a színművészek ide, már megint? Nem, most nem, tanár úr, most nem. Bocsánat. Szeretnék színházba menni, méghozzá a Víg Színházba az Erkély jelenetnek a meghallgatására. Nem, és nem. Tanár... Nincs szállt, ha megnézze meg, de tudom, ha menjen. Menjen vidékre. Mi nem egy Békés Csabára? Békés Csabán nagyon jó Romeo, miért vagy te Romeo? Igen, ez is például benne van ebben az előadásban. Ennék valami finomat az erkélyed rúdjáról. Ez egy új fordítás. Hiszen, hogy a Parti nagy lefordította újra, lehet, hogy ez így van átírva, igen. Igen. De Krisztina, nézze, maga nagyon dekoncentrált az én óráimon, pedig alapvetően, és mostanában valahogy állandóan hozzám ér. És engem ez iszonyatosan zavar. Miért van ez a dekoncentráció? Kicsit megfagyunk, bár nem zavar, hogy hozzád ér, jó? Kedvelem, hogy hozzád ér. Én azt gondolom, hogy én felkészíthetném Önt a felvételére. Nem. Sőt, le is mehetnénk együtt Békés Csabára. Van egy ladám,
Ketten mennénk, és tudnánk, hát Békés Csaba messze van, lehet, hogy ott kell éjszakáznunk valahol, ráadásul sokszor lerombolod egy kis autó, de elég nagy a belső tér, és a hátsó ülések is elég nagyok. Öt ujjat pálma, szent kezéhez érve, két pálma hajlik össze tiszta csókra. Fagyjatok meg egy pillanatra, Andris, légy szíves, gyere be, te Romeo szerepére készülsz, és te a barátja vagy a Bettinek, és osztálytársa, jó? És így, némi inflagranté. És van még két mondat, ugye, ha jól emlékszem. Igen. Tessék! Veniket kávét főzültem, jössz? Átvesszük. Egyébként, miért van az, hogy semmit nem tudsz? Semmit nem tudsz. Hát úgy most már azért nem, nem mondanám, hogy semmit se tudom. Tanár úr! De te ne fontosd rá, tanár úr! Ne fontosd rá az én Krisztikémet! Mi lesz ebben a lőrinc barátra? Hát ez egy szerelemről szól, csak... Ez a mi szerelmünkről szól, mi akarunk felvétni? Nem fogod játszani, csak én mutatom, hogy hogy. Hát a tanár úr kiöregedett már ebből. Én még tudom! De a lőrinc barát jelenetet nézzük, tudod, amikor Júlia így... De ott mit is azt mondja, hogy... Ön az ő tanulmazva légy a gyermekeit! Igen! És ő így! Én azt hiszem inkább veszek egy kávét. Maradjatok így, Lívi légy szíves gyerebe, és a felesége vagy a Bálintnak. A tanár úrnak. És még egy utolsó mondat van a négy mondatból. Tessék! Lőrinc barát védelmezi a gyermeket. Igen! Szétszak! Majd hirtelen eltávolodik. Ugye ön a tanár éveleséget? Amit nem tudok játszani. Az én Krisztikémet fontossa itten a tanár. Próbáld! Tessék már valamit csinálni! Tudod, amit otthon is csinálok a gyerekekkel. Na már nem úgy, de hogy hasonlóan. Horváth Imrénél vagyok. Kis Horváth Imre. Jó nézna. Kis. Jó. Igen. Kis. Na, én azt, gondolom, hogy, most mindenkinek megvan, amivel foglalkozni kell. Én is felvételiznék ám. Jézuka, haza kéne menni gyakorolni. Igen, határozottan. Igen, van egy ilyen eltávolodás ugye a két família között ebben a darabban. Ilyen szokt! Géza, ne jön, figyelsz! Hogy hogy csinálom? Ön meri bárhol felvételizni. Köszönjük szépen! Megmondom, hogy elvon van, ugye? Nem. Meg voltak, nem? Nem vitták meg egy kávé. Igen, volt a kilométerek. De az is volt. Mi volt a kilométerek? Az is volt. Köszönjük szépen! Ne is üljetek le! Gyertek ide mindannyian! Választhattok, ilyen demokratikus csoport vagyunk mi. Választhattok, hogy miért üttet játszunk, vagy mesét szőjünk inkább. Mesét szőjünk? Akkor jó, akkor játszunk egy ilyet. Most egy kicsit zakarok megint. Mondanak nekem egy mondatot? Hát, ami eszébe jutott. Lefogott az estrájra, hogy egy miért játékot fogunk játszani, aminek az a lényege, azt hiszem minden gyerkőcnél van egy olyan korszak, egy időszak, amikor miért kérdések hadát önti a szüleire, állítólag van ilyen, ha jól tudom. Ezt akarjuk egy kicsit improvizatíve bemutatni. Lezuhant az esthajnal csillag a mondatunk, és lezuhant az esthajnal csillag miért? Azért, mert unta már, hogy az égen császkál. Miért unta, hogy az égen császkál? Mert nem volt nála iPad. Miért nem volt nála iPad? Lejárt az előfizetése. Miért lejárt az előfizetése? Mert lusta volt befizetni a számláit. Miért volt lusta befizetni a számláit? Mert szerelmes a földbe, és mindig csak rá gondol. Miért szerelmes a földbe? Mert sokkal nagyobb nála. Miért sokkal nagyobb a földnél az esthajnal csillag? Azért, mert a naprendszer törvényeit még a föld sem írhatja felül. Miért nem írhatja felül? Mert még nem doktorált le a földrajzból. Miért nem doktorált le a földrajzból? Hát kétszer megbukott, ezért nem. Miért bukott meg? Mert ahelyett, hogy a földrajzzal foglalkozott volna, szerelmes volt inkább a föld. Körülbelül, köszönöm szépen! Ez volt a miért. Látod, ne menjetek sehova! Ez van a csillag, hogy így lehet bejutni a földrajzi. Mindig az asszociációs láncolatok. Attól függetlenül mesélni fogunk egyébként. Egyetlen egy szót kérek szépen, mondjuk tőle. Bármit van. A első szó, ami eszedbe jut. Labda. Labda. Hát örömmel jelentettem, hogy a Farm 11 társa Labda című meséjét fogjátok most meghallgatni. Ám, de úgy,
hogy a Lívia fogja kezdeni a mesét, a labdának valahogy benne kell lennie a mesében, és őnek az a feladata, hogy pozitív kicsengésű mesét mondjon. Amikor azt mondom, hogy Andris vedd át tőle a szót, neki át kell vinnie negatív irányba a mesét, és értelemszerűen akkor Bálint akkor pozitívvá válik, negatívvá, pozitívvá, és így fogunk sorba menni. Meglátjuk, hogy hogy néz ki ez a gyakorlatban, amikor csengetek Lívia a Labda című versnek. Állj neki! Tessék! Egyszer volt mondani, hogy volt egyszer egy Tesco szupermarket, ami labda leárazást hirdetett vasárnap. A labdák nagyon boldogak voltak, hogy ők érték el ezt, hogy a Tesco vasárnap is kint a lehessen, és ezért elkezdtek gurulni szerte szét az áruházban. A járókelők, akik arra jártak, annyira megörültek ennek, hogy mindannyian vettek ezekből a gyönyörű szép guruló labdákból. Andris? Hát, ekkor megérkezett semmilyen Zsolt, visszavitette az összes labdákra, kizavarta az embereket az üzletből, és addig hajtotta őket, amit az első útjából, első tempomba be nem hajtotta a labdákvásárolni igyekvő magyar állampolgár. Bálint! Egy kisfiú egyetlen egy darab labdával bemaradt az áruházban, és egy akkorát rúgott abba a labdába, amekkorát még európai focista soha nem tett. Ezt látta Semmilyen Zsolt, és rájött, hogy valóban van esély arra, hogy Európa szintű kiemelkedő foci tehetségeket neveljünk, és ezért úgy döntött, hogy mégiscsak nyitva kell lennie minden boltnak vasárnap, mert mi van, hogyha labdát vagy valamilyen sportszert árulnak, és így a tehetségek gondozásával is foglalkoztak. Ám ez a Semmilyen Zsolt unokán átívelő gondolat annyira kósza volt, hogy már megszületés a pillanatában meddővé vált. Úgyhogy úgy döntött, hogy a szupermarket közelében lévő bontótelepre megy, ahonnan bérelt egy hatalmas bágert, és úgy gondolta, hogy ezt az egyszerű kisgyermeket, aki magában megtestesíti a vasárnapi vásárlás csíráját, a földdel teszi egyenlővé a Tesco-val együtt. De jött a terep igazgatója, kirángatta Semmilyen Zsoltot a járműből, kicsit megugrosta, mindezt nagyon boldogan tette és örömmel, felemelte a gyermeket a magasba, és szólította Ronaldot. Ronaldo megérkezett kezében azzal a labdával, amellyel a kisfiú rúgta az európai futballtörténet fölött. De ekkor visszaérkezett Semmilyen Zsolt, aki miután nem ismerte föl Ronaldot, azt hittem, hogy a kisfiú, ezért fizikailag inzultálta. És ebben sajnos bele is halt Cristiano Ronaldo, de ebben a pillanatban megérkezett a brazil Ronaldo, az igazi Ronaldo, aki abban a... De nem vette észre, hogy a templomból kitóduló tömeg, akik a labdáiktól meglettek fosztva, és akkor jött Marika néni a Tesco-ból, aki vasárnap is dolgozott, és mindenkinek adott egy domestos ingyen. Ezzel aztán felfelították a járdát, azért, hogy a labdát minél jobban tudjanak csúszni. Pont ekkor ért vissza Semmilyen Zsolt, aki a domestoson megcsúszott, és pofával előre 37 métert csúszott, majd beesett a koncertbe. Itt a vége kicsit, hogy a Tesco-ból dolgozott. Köszönjük szépen a labda című meset. Egy abszolút olyan szóval. Tehát egy olyan játékunk következik, ami most debütál. Igazából kísérleti jelleggel a Nurina fog benne részt venni, mert nem ismeri. De részt fogsz benne venni. Szóval egy olyan játékunk következik, amit csak tréningjeinken és próbáinkon játszottunk, de most itt is szeretnénk nektek bemutatni. Kicsit csúnya szóval szeretnénk tesztelni, hogy vajon működik-e közönség előtt előadási környezetben. Szeretném kérni az Andrist, és mondjuk Bálintot, legyen egy fiú szituáció. És Bálint, meg is kérlek arra, hogy légy szíves, menj ki. A játék lényege... A játék arról szól, hogy hogyan tudunk rábírni embereket arra, hogy valamit megtegyenek nekünk úgy, hogy nem használunk szavakat, csak gesztusokkal, felajánlásokat teszünk. Tisztán meg a kommunikáció felé akarjuk elvinni ezt a jelenetet és ezt a játékot. Úgyhogy nagyon egyszerű dolgokat, amik itt a térben elképzelhetőek, ki kéne találnunk, hogy Andris mit akarjon állítani, hogy tegyék meg neki. Tehát
Tehát mit tudom én, fogja meg ezt a céget és vigye oda, vagy kezdjen el fekült támaszt nyomni. Vagy bármi, hogy van esetleg ötletek arra, hogy mit csináljuk. Mit csináljuk meg neki a bármi? Nem tudod, hogy mosolyogjon le a kamerába. Jó, de még egyszer mondom, hogy nem használhat szavakat, nem mutat meg az a gyerekre. El kell érni valahogy azt, hogy a bárint rájöjjön, hogy az a cél, hogy mosoljuk bele a kamerába. Nagyon jó, küldd el észre a bárintot, és neked is, bárint is kitaláljuk, hogy mi legyen a dolog. És hogyha tetszik ez a játék neked, utána van egy egyszemélyes verziója, akkor ti segíthettek az itt jelenlévőnek. Add is a neki. Kis fontos, azt hiszem, hogy szóval, és találjunk bárminknak egy cselekedetet, hogy mit akarjuk az Andrissól, hogy csinálj meg neki. Mérlegállás. Csinálj egy mérlegállás. Legyen úgy, hogy a székek korában csinálj egy mérlegállás. És így lehet így csinálni. Ő vesz a hajat. Jó, ha ráértek, jó, akkor megvan. Szituáció. Vagy megvan a helyzet. Jó, szólom Andrissnak. Gyere, Andriss. Szerencsés helyzetben vagytok, már itt ülő kedves nézők, hiszen ti mind a kettő igényt tudjátok. Hát, bizonyos idő után, ha esetleg ez nem megy, ezt előre bocsájtom ezt az információt, van egy bizonyos időlimit, amikor esetleg bemondom, hogy most már csak 2 percetek van, hogyha nagyon elhúzódna a dolog. De reméljük erre nem kerül sor. Srácok, ez egy néma jelenet, vegyétek rá a másikat arra, amit megadtunk nektek. Tessék!
Ez volt! Nagyon szép volt! Köszönöm szépen, most üljetek le, és van kedvetek, aki próbálni? Elmondom, hogy működik. Kiküldjük mondjuk a linkjét. Jó. És annyi lesz a feladatotok, mi is segítünk természetesen, hogy ugyanúgy kiválasztunk egy cselekedetet, de a linkjét tőletek várja a visszaigazolást. És amikor olyan dolgot csinál, ami arra felé viszi, hogy megcselekedje azt, amit kitalál neki, akkor annyit kell mondanod, hogy beep. Beep. Nagyon egyszerű, beep. És hogyha ez olyan meleg, meleg, hideg, hideg, meleg, 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 forró, 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 és amikor nagyon közít hozzá, akkor beep, 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 így nyugodtan gyorsítatunk. Jó? Mit csináljon a lévi? Mit cselekedjen? Engedje ki a haját. Mhm. Aha. Aha, engedje ki a haját. Jó. Ne kössük össze valamivel? Ugye. Mondjuk üljön törökülésbe, vagy ereszkedjen térre, és úgy engedje ki a haját. Kezdjen el rokkozni is. És csinál egy ilyen headbang-t, hogy hívják? Headbang? Jó! Nagyon jó. Így megvan. Így olyan idegen vezető gyárcok, nem hiszem el megint. Tessék bejönni, kezdjük csokkolat. Tessék, miért foglalni? Nyugodtan. Én vezetem az estet, úgyhogy nyugodtan. Lévi, én is bejöttünk a kérdőből. Közönséget. Váltuk. Amikor úgy érezzük, hogy olyan dolgot csinál, akkor bip. Jó? Lévi, mehet, jó? Tessék. Most, hogyha feltesszük azt, hogy ez az egész akár lehetne egy lehetetlen állapot is, amikor semmi nem történik meg, és ti mindannyian csak az én anyam, aki szüleményei vagytok. Jó, álljunk meg egy pillanatra, ha valakinek egy mondatban kéne segíteni a Lévinek, hogy de ugye nem árultok egy nyilván lényeges információt, mit mondanátok neki? Mert egyébként megmondom össze, hogy egy picit messze jársz. Én azt javasolnám, hogy állj meg egy helyben, nézz felénk, és ebből a pozícióban maradj, és ebből tegyél nekünk fel ajánlásokat, jó? De gyere előre egy picit, és állj meg egy helyben, és némába innen tegyél nekünk fel, ne is mozog, ne is mozdulj ki, ebből tegyél nekünk fel ajánlásokat, jó? Ami eszedbe jut. Beep, 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 beep